Piperint. Szombathely egyik kerületén található kisvárosrész. De mégis, meg annyi titkokat rejt ez a kisváros. És most ebben a videóban körbe kalózom magukat Újperintbe, megismerkedhetjük a hely múltjával, és megnézzük azt is, hogyan is néz ki a mai szemmel. Tartsanak velünk! ...1779-ben alapította Szili János megyés püspök. Akkor püspöki jobbágyfaluként volt számon tartva. Az első világháborúban az akkori férfi emberek csatába mentek, hogy megvédjék a hazájukat. Ma egy szobor emlékeztet minket arra, hogy miként áldozták fel magukat az itteni lakosok az első világháborúban. Pár méterre található a második világháborúban elesett katonák szobora. Érdekességként, hogy ahol állunk, egy téglagyár állod, ami a második világháborúban fegyver, lőszer és töltény tárolására alkalmazták. Ha most kijönnénk fémkeresővel, vagy éppenséggel fémdetektorral, akkor mai napig tudnánk találni lőszer, fegyvereket, vagy éppenséggel töltényeket. Itt Újperinten, ami egy átlagember életfeltételeihez szükséges, minden adott. Mint például boltok, különböző munkahelyek, vagy gyárak. De például, ha focizni szeretnénk, akkor Király Gábor jóvoltából 2003-ban megépült a Király esze, ahol a labdarúgóknak szabadon van biztosítva a foci lehetősége. A labdarúgóknak a későbbiek folyamán profi karrierjük is biztosítva van az egyesületnél. Az újperinti római katolikus templom a hívőknek kiváló választás lehet, mivel szombat este és vasárnap délelőtt az atyák a hívőket szentmisével fogadják. Az újperinti bányató kiváló lehetőséget biztosít például a bicikli túrára, horgászatra, vagy esetleg egy vasárnap délutáni nosztalgiázásra is. Szóval nagyon sok érdekesség van itt Újperinten. Levi, tiéd a terep. Köszi, Basi. Ahogy hallottuk társamtól, igenis sok érdekességek vannak itt. De sajnos, pár negatív dolog mégis van. Először a sok romos ház. Sajnos itt Újperinten nagyon sok romos ház van, ami már omladoznak, és sajnos nem is tudják eladni. Másodszor a tóhoz vezető útról szeretnék beszélni. Sajnos a hatalmas kátyuk miatt nem lehet normálisan közlekedni. És ahogy látom, pont most jön a Balázs is. Mit csináltál? Ez volt a kedvenc kamerám. Jaj, Levi, ne haragudj! Nem így akartam. Esküszöm, kifizetem. Semmi baj. De akkor hogy legyen vége ennek a kis filmnek? És mikor? Mi lenne benne egy képsötétedés? Most? Vagy akár mikor? Most. Ha. Ez jó ötlet. Jó ötlet.